Filmmúzeum. A régi idők mozia. Thank you.
eleinte próbáltam utánozni az amerikai gitárosokat, mert azt hittem, hogy az a módja annak, hogy az ember jazz játszon. És egész véletlen folytán egyik este, mikor nem voltam megelégedve a zenével, meg minden, és olyan dühbe gurultam, és elkezdtem a gitárt majdnem, hogy ütni, verni, és az inhibíciók, meg a gátlások elmentek, akkor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen mélyen belül nekem ez az igazi zeném, és nem az, amit azelőtt próbáltam csinálni. És ennek nagyon sok köze van ahhoz, azt hiszem, hogy én itt születtem, és a magyar eredetnek és nagyon sok köze van hozzá, mert ott jöttem rá, nem itt, hanem ott akkor jöttem rá, hogy mennyire mélyek a gyökerek. Ez azt jelenti, hogy a magyarságát sikerült belopni a jazz muzsikába? Itt arra gondolok, hogy... Nem, a magyarságon belopta magát a jazz muzsikába, mert ez nem volt egy kalkulált lépés a részemről, mert én azelőtt is, meg most is, hát az ember mindig próbál valami újat csinálni, és azzal, hogy próbál az ember valami újat csinálni, esetleg nem épp az, amit megpróbál csinálni sikerül, de valami lesz belőle. Thank you.
Thank you.
Éjszakában, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az
Sírom,
A tanulmányaimat tulajdonképpen itt kezdtem el, de ma is tanulok, minden nap tanul az ember valamit, de a Berkeley Schoolban, ami az egyedül talán a világon, ahol tényleg mondjuk már modern zenével, úgy értem, hogy nem klasszikus zene, hanem az új zene, ami szerintem most van kialakulóban, azt tanítják, és én ott 3 évig tanultam, és amellett attól eltekintve, hogy zene teóriát meg ilyesmit tanítanak, attól eltekintve egy nagyon jó ilyen játszótér arra, hogy mindent kipróbálhatsz, a fantáziáidat kipróbálhatod, ha valamit leírsz, akkor van mindig valaki valamennyi zenész, aki le tudja azt játszani, hogy meghallgathatod, hogy tényleg úgy szól, ahogy te azt elképzelted, meg mit tudom, így meg úgy. Szóval nekem ez a zene tanulmányom, ami hivatalos, az csak ebből áll, a többi az mind autodidakta, hogyha úgy akarjuk. Tehát kikkel játszottál együtt? Hát a Chico Hamiltonon kívül tulajdonképpen két név van, aki tud gondolni, a Charles Lloyd az egyik, aki az egyik legjobb barátommá vált, és a másik a Gary McFarland, aki sajnos már nem él, meghalt. De, és ilyen kiselejtezés módján történt az, hogy én a saját zenekaromat kezdtem el, mert úgy éreztem, hogy pláne akkor abban az időben úgy nézett ki, hogy a jazz úgy haldoklik, a rock kezdett bejönni, de még akkor nem volt az, ami ma van, hogy összefolynak ezek a művek, ezek a különböző műfajok, jobban mondva. És csináltam egy lemezt, és ennek az eredménye az lett, hogy kaptam ajánlatokat különböző koncertekre, klubokba. És megmondom őszintén, nagyon be voltam gyulladva, hogy elvállaljam el, vagy ne, de elvállaltam, mert úgy éreztem, hogy akkor már kialakult bennem egy vélemény, hogy milyen irányba szeretnék én menni, mert akkor még nagyon népszerűtlen volt az, hogy én például játszottam Beatles számokat, vagy játszottam egy magyar nótát, és abból egy jazz számot csináltam, vagy mit tudom én, brazilt, mert akkor a jazz olyan kezdett olyan soviniszta lenni, olyan nagyon szűklátó körülvé válni. És éppen miatt állítom azt is ma, amit akkor már én úgy éreztem, hogy egy új zene van kialakulóban most, ami a rock, jazz, brazil, magyar nóta, hindu, amit akarsz, az egy én modern, contemporary vagy új zenének hívom ezt, és ezt akkor éreztem, most meg vagyok győződve, hogy mi a közepében vagyunk egy nagyon izgalmas korszaknak. Például a Bartók, én el voltam rémítve a Bartóktól, mert azt mondták, hogy ilyen modern, olyan modern, nem lehet megérteni, ilyen ide-oda, minden. És még úgy majdnem, hogy féltem föltenni az első Bartók lemezt, és amikor meghallottam, akkor teljesen elájultam, mert annyira a szívemre hatott meg minden, és utána, amikor elkezdett kibogozni a dolgokat, akkor veszed észre, hogy milyen marha komplikált
rettenetesen komplikált dolgokat csinált. De annak másodrendűnek kell lenni. Nem a technikát kell kifejezni, hanem az első az érzés, mert vagy, hogy ismétlem magam, vagy egy hang, vagy két hang, vagy tízezer hang, ha fülnek nem tetszik, akkor nem jó. Tehát lényegében a hangszer az csak eszköz, a zene a cél. Pontosan. Erre talán, bocsánat a kifejezésre, de az angol kifejezés jobb, mert az angolok az a hangszert szerszámnak hívják. És tényleg csak az, instrument, szerszám. Ahhoz, hogy kifejezd, ami benned van, hogy hallhatóvá tegyed azt, amit érzel. Thank you.
Régi idők múzea. Thank you.
my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Thank you.
Thank you.